6 magyar úszónő állt rajtkőre a Csengdui Egyetemi Világjátékokon, közülük ketten a Nyíregyházi Sportcentrumot képviselték. Hatházi Dóra és Stankovics Anna is döntőben úszhatott, és mindketten csak hajszállal maradtak le az éremről. Kiutazáskor kitűztük a célt, a döntőbe jutást, ezt mind a két lány teljesítette, és ez egy nagyon jó fegyvertény. Nagyon szép lett volna a érmes helyezés, én úgy gondolom negyedikkel se lehetünk elégedetlenek, főleg ha azt nézzük, hogy mind a három lány, sajnos a körülmények, amik nagyon jók voltak, amúgy betegen jöttek az, hogy légúti megbeterélés, egy nagyon erős klímahasználat, amúgy a rendezés maximálisan jó volt, tehát az elmondások szerint minden rendben volt. Én úgy gondolom, hogy a Dórinak a 200 pillanatban úszott ideje egy nagyon régen várt idő, ami a jövőben mutat, ha 2-10-en belül időt tud valaki, az már nemzetközi szinten is egész jó. Jövőben én azt mondom, hogy a kikopó idősebb versenyzők helyére nyugodtan oda lehet érni. Ez egy nagyon komoly edzésmunka kell. Anna esetében az 50 méter mell az várható volt a döntőbe kerülés. Én úgy gondolom, hogy ő is, hogyha egy olyan edzésmunka után van, és nem diplomamunka és egyéb más dolgok forognak a fejében, akkor ez egy sokkal szebb eredmény is lehet. Nem vagyunk elégedetlenek, én úgy gondolom, hogy a jövőben ebből lehet építkezni. Hatházi Dóra összesen 6 alkalommal állt rajtkőre, és fokozatosan került egyre jobb formába. 50 pilla az inkább egy ilyen bemelegítő szám volt az első nap, próbáltam leküzdeni az izgulást. Egészen jól sikerült, nagyon közel úsztam az egyéni csúcsomhoz, és egy olyan időt sikerült úsznom, amit már nagyon rég nem tudtam. A 100 pillangó volt 2 napra rá, nagyon jó idő sikerült megint, másodjára úsztam 1 percen belül, eddig ugye egyszer sikerült ezelőtt, és a 200 pillangó az pedig az utolsó 2 nap volt, előfutam, középfutam és a döntő. Mind a 3 úszás tényleg nagyon jó volt. A középdöntőben sikerült egy nagyon jó egyéni csúcsot úsztam, annak nagyon örültem. Először úsztam 2-10-en belül, és a döntőbe pedig első idővel kerültem be, de viszont nagyon erős volt a mezőny, így negyedik lettem egy nagyon kicsivel. Az elmúlt héten Debrecenben rendezték meg az IFI OB-t, amelyről 2 éremmel és a 4x200-as gyorsváltóban elért 6. helyet tért haza a nyíregyházi küldöttség. Egy-két számban elejtettünk egy-két pontot helyezést, hogy Biancának a 100 méter mellett nem sikerült a dobogóra kerülni, minden esély megvolt rá, ott fejben nem voltunk ott természetesen, vagy úgy mondom, hogy nem természetesen, hanem ott, amin kell javítani. A 200 méter mellen végre egyéni csúcsot tudtunk úszni, amit nagyon régen vártunk, elmozdult a legjobb idejéről. Ez most második helyre lett elég, de én úgy gondolom, a jövőben ebben van a legnagyobb lehetőség nála a 200 méter mellen. 50 méter mellen pedig már sikerült felgyorsulni annyira, hogy hát egy kétszeres IFI Európa bajnoktól kikaptunk, ami nem szégyen, de visszavágó lesz. Bár Bianca a 3 mellúszószám címvédőjeként utazott a debreceni ifjúsági országos bajnokságra, a 2 ezüstéremmel sem volt elégedetlen. Ugye saját bajnokságom volt, és szerettem volna mind a 3-ban megvédeni a bajnoki címemet. Ez sajnos nem sikerült, viszont én így is elégedett vagyok magammal, hiszen ez a 2 ezüstérem is ezért szerintem nagyon szép, illetve 200-on sikerült egyéni csúcsot úsznom így másfél év után, szóval nagyon örülök neki. A nyíregyházi úszók 3 hét pihenőt kaptak, szeptember elején kezdik el ismét az edzéseket. Hatházi Dóra viszont kedden már ismét repülőre száll, mivel utazik vissza az Egyesült Államokba, ahol 2. évét kezdi meg Washington State University-n.